Pásztor István Pacséron sétáltett a piacon, megtekintette a színházterem épületét, valamint ellátogatott két tejtermelőhöz, valamint egy növénytermesztőhöz is. Mi a zombari tejgyárnak adjuk át a tejet, az egy horvát céghez tartozik, ott is lement a tej felvásárlási ára, meg hát akkor itt is természetesen. Hát az állam, amit biztosít, az az prémium, úgyhogy nem, nem dicsekedhetünk vele, hogy milyen jó, megy. Pásztor István több vms politikussal a Pacséri piacon a választásokon való részvételre buzdította az embereket. A magyar közösség számára az a tétje ennek a választásnak, hogy meg tudjuk-e tartani politikai befolyásunkat, és ennek eredményeképpen folytatni tudjuk-e azt az építkezést, azaz, azt az értékérvényesítési folyamatot, amit évekre ezelőtt elkezdtünk Belgrádban, Újvidéken, illetve az önkormányzatokban. A helyi közösség elnöke a privatizáció során magánkézbe került kultúrotthon, a színházterem, valamint a piac tér visszaszerzésének fontosságát hangsúlyozta de nem tudunk pályázni, mert nem tudjuk a birtoklapon bebizonyítani azt, hogy a miénk az épület, és ezért ez nagyon fontos lenne, hogy az a két épület újra visszakerüljön a helyi közösség tulajdonában. A május 6-ai választásokig már kevesebb, mint 20 nap van hátra. A kampánycsend május 4-én kezdődik.